Március 10-én a Székely Szabadság napján Kárpát-medencében és a diaszporában élő magyar közösségek megemlékeznek az 1954-ben Maros vásárhelyen nyilvánosan kivégzett hősökről, a székely vértanukról. Bándi Imre, az erdélyi magyarok Tolna megyei egyesületének elnöke Pakson a Táncsics Parkban a Székelykapu emlékműnél tartott köszöntőjében elmondta, három évtizeddel ezelőtt a Ceausescu rezsim elől menekültek Magyarországra az anyaországba, ahol otthonra találtak. Most rajtunk is a sor, Erdélyből elszámozottokon, hogy itt vagyunk, segítünk, ott, ahol kell segíteni a szomszéd ország háborús menekültjeit, vagy akár ott helyben maradt családokat. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke, aki 13 éve él Magyarországon, beszédében kihangsúlyozta a bátorság és a hűség példaképei a székely vértanúk, akik életüket adták a nemzeti önrendelkezésért és a szabadságért. Mai aktualit, aktualitása az a Székely Szabadság napjának, hogy ma is bátraknak és hűségeseknek kell legyünk identitásunkhoz és nemzetünkhöz. És, Ebben az évben a kárpátaljai magyar testvéreinkre gondolunk ö, ö, nyomatékosan. Fábián Zoltán gitárjátéka és tököli vaj köversei színesítették a megemlékezést, melynek végén átvonultak a résztvevők a hivatal előtt álló székely kopjafát megkoszorúzni.